Visegrádon az 1848-as emlékmű körül gyűltek össze a város lakói, hogy méltó módon ünnepeljenek az 1848-49-es forradalom és szabadságharc kitörésének évfordulóján. A rendezvényen Kreisz Bence, a Szentgyörgy lovagrend tagja mondott beszédet. Az ifjú lovag először egy Jókai Mór idézetet olvasott fel, amelyet az író 1854-ben, 6 évvel a forradalom után vetett papírra. 40 év múlva, akik politikával foglalkoznak, szeretik-e szót forradalom elkerülni, s helyett 1848-49-es év korszakát a magyar szabadságharc címével jelölik. A történelem és az utókor az írófejedelmet igazolta. 1848. március 15-ének napján valóságos forradalom zajlott le. Nem pusztán a trón ellen, de az összes fennálló intézmények ellen. Kreisz Bence elmondta, hogy politikai pártállástól és származástól függetlenül a reformokat kívánó nemzedék demokratikus társadalmat szeretett volna. A demokrácia feltételeinek megvalósulása mellett pedig szabadságot, jogrendszert, intézményeket, alkotó és tevékeny egyesületeket, illetve gondolkodó embereket formáló közösségeket akart. A közel 170 évvel ezelőtti forradalom hatására átmenet nélkül szűnt meg a régi alkotmány, eltűntek a nemesi előjogok, a jobbágyi terhek, megbukott az abszolutizmus, amelynek helyébe népi képviselet lépett. A nép által, a népért, hangsúlyozta Kreisz Bence. Ez az egy nap több közjogi és társadalmi átalakulást idézett elő, mint a megelőző 400 év. A legtisztább értelemben vett forradalom volt ez, amely félmilliónyi nemességgel egyenrangúvá tett 14 millió honpolgárt, és megteremtette a teljes egy magyar nemzetet. Csak a császári reakció nyomán vált szabadságharca ez a polgári átalakulást megindító forradalom, és lett önvédelmi harcával a nemzeti mitológia részévé. A magyarországi esemény szerves része volt az 1848-as európai forradalmi hullámnak, azonban egyedüliként jutott a sikeres katonai ellenállásig. Eredményességét az is mutatja, hogy csak a cári Oroszország számottevő katonai beavatkozásával lehetett leverni. Habár az 1848-as tavaszi átalakulást csaknem 2 évtizedes átalakító munka előzte meg, a reformok valódi elindítását a március 15-i forradalom jelentette a pesti radikális ifjúság színrelépésével. Fegyverük, amivel kezdetben harcba szálltak, mindössze 2 volt. Egy mozgósító erejű irodalmi alkotás, a Nemzeti Dal, és egy radikális tömörségű politikai programtervezet, a 12 pont. Ekkor ezen a napon vált a függetlenség és szabadság szimbólumává a nemzeti színű kokárda is. Ez utóbbit elsőként március 14-én este Szendrei Júlia készítette férje Petőfi Sándor számára, a francia trikolór mintájára ugyan, de azzal ellentétben nem a fejfedőkre, hanem a szív fölé helyezve. Kreisz Bence kiemelte, bizonyos értelemben 1848 az első olyan történelmi fordulópont is, ahol a nők egyenrangú szerepet játszottak az események alakításában. Szendrei Júlia közismert szerepe mellett megemlíthető Teleki Blanka, a magyar nőnevelés úttörője, akit a szabadságharc leverése után 10 év börtönre ítéltek. Laborfalvi Róza, a kor ünnepelt színésznője, Zicsi Antónia, Batthyány Lajos miniszterelnök felesége, és húga Karolina, akiknek szalonjaiban a politikai ellenzék rendszeresen találkozott. A szónok beszédét szintén egy Jókai Mórtól vett idézettel zárta, amely szerint bár sok áldozattal járt az 1848-49-es forradalom és szabadságharc, mégis szükségszerű volt megvívni azt. Mindez azért lényeges, mert újra, mint minden évben itt állunk egy évforduló előtt, mely egy levert szabadságharchoz kötődik. 1848-49 és a hozzá kötődő szabadságfogalom más konstellációban szabadságélmény, ereje azonban változatlanul 6 napjainkig. Hiszen ahol Golgota van, ott egészen biztosan feltámadás következik. Az ünnepség második részében a Leányfalui Szekérszínház a Forradalom előestéje című zenés színdarabot mutatta be Hrubák Akszel és Deák Fruzsina főszereplésével.
Az előadás középpontjában a Pilvax kávéházban március 14-én este történt események, illetve Petőfi Sándor és felesége, Szendrei Júlia késő esti beszélgetése áll. A darabot több forrást, köztük Szendrei Júlia naplóját felhasználva, Póka Éva, a Szekér Színház vezetője rendezte és alkalmazta színpadra. A megszokottól eltérően új megvilágításba helyezi a forradalmat a közönség számára, ugyanis egy nő szempontjából mutatja be az eseményeket. Életemet, boldogságomat szeretném átadni neki, csak hogy ő ne szenvedjen. Bárcsak mindig időtlen időkig együtt maradhatnánk. Szendrei Júlia, Petőfi Sándorné. Március 15-e, 1848. A magyar nép megint szép lesz, méltó régi nagy híréhez, kit rákendek a századok, lemossuk a gyalázatot, a magyarok istenére esküszünk, esküszünk, hogy rabok tovább nem leszünk. A műsort követően Visegrád város önkormányzata nevében Félegyházi András polgármester, majd a Mátyás Király Múzeum, a Német Nemzetiségi Önkormányzat, a Nyugdíjas Klub, a Szent György Lovagrend és a Pilisi Parkerdő ZRT képviselői helyezték el koszorúikat az emlékműnél.